Faszt a mindenit! Sziasztok srácok, én Bizder vagyok, és ebben a mai videóban ezt a csomagot fogjuk kiunboxingolni. Ezt a Rubik-kocka csomagot az rkocka.hu küldte, amit nagyon szépen köszönök innen is, és arra kértek fel, hogy mutassam be ezeket a kockákat egy videóba, én szívesen elvállaltam, ma megjött ez a csomag, nem húzom tovább az időt, mert már szerintem ti is várjátok, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Ha pedig szeretnétek jó minőségű, olcsó kockákat, akkor menjetek fel az rkocka.hu oldalra, és akkor bőven választhatsz a sok Rubik kocka közül. Na hát akkor itt is vagyunk a csomagnál. Elég nagy doboznak tűnik, én számítok egy 2-3 kockára, vagy maximum 4-re. Nem tudom, hogy mi van benne, mert direkt megkértem őket, hogy ők válogassák ki, hogy mit küldjenek. Itt van a jó kis logójuk, az rkocka.hu. Tényleg érdemes rájuk felmenni, mert jó, olcsó kockák vannak és jó minőségben. De én már el is kezdem kibontani, mert nagyon kíváncsi vagyok. Azt a mindenit. Itt is vagyunk. Szóval kaptunk egy 3 darab kockát, pont amire számítottam. Azt a mindenit. Nos hát, ahogy láthatjátok, készítettem a csomagból. Kaptunk egy ilyen asztal letétet, ezt kisbontom, és megnézzük. Is van bontva. Gumit is leszedjük róla, és akkor megnézzük, hogy ez mekkora. Azért azt a mindenit. Azért a molyó az azért odavág. Azért mégiscsak molyó. Ez tényleg jó fog jönni, mert ez nagyon hasznos. Jó anyaga van, és szerintem használható lesz. Fogom is használni. Itt van a 3 kocka, amit kaptunk. Ha jól látom, akkor az összes molyú fajta. Így kívülről nem tudom megmondani, hogy 2x2-es, de hogy nem meg tudom mondani. Ez egy 2x2-es kocka, ahogy láthatjátok, ilyen nem még nem volt. Ez egy 3x3-as. Ez pedig egy Pyraminx-nek tűnik. Kezdjük is szerintem a 2x2-es Rubik kockával. Ezeket addig félre rakjuk, és ezen fogjuk folytatni a továbbá a videót. Azt, ahogy láthatjátok, ki is bontottam mind a 3 Rubik kockát. Kezdem a 2x2-essel akkor. Azt ajánlom megtartani ezt a kis dobozkát, mert nagyon jó fogása van. Egyszerűen nem az a sima papír meg minden, de tudom, hogy várjátok a kockát, úgyhogy én el is kezdem a bontást, amint sikerül kibontani. És akkor itt is vagyunk. Szóval kaptunk egy ilyen kis dobozkát, pontosan nem tudom, hogy mi van benne. Itt van maga a 2x2-es, de kibontjuk először ezt, ami fölöbb van. Jaj, tényleg, hát ezek csavarhúzók. Ez egy csavarhúzó, meg minden ilyen. Tehát igen, ezzel tudjátok könnyedén meghúzni a csavarokat, meg hát persze a Rubik kockában, meg hasonlóképpen. Ezt is érdemes megtartani, az nagyon cuki volt tőlük, hogy beküldték, és hát, hogy tettek bele. És itt van egy kilakási módszer a 2x2-esről, egyszer volt nekem ilyen. Azóta nem tudom, hogy hogyan kell kirakni, de úgy, mint a 3x3-asat, csak kicsit másképpen. És akkor itt is van. Kaptunk hozzá egy ilyen kis tartócskát. Ezt is ajánlom megtartani. Hát igazából mindent tartsatok meg, amit küldtek. És akkor kibontjuk a molyú kockánkat. Itt is van a kezünkben azt a mindenit. Várjátok, ez belillik. Szuper, bele is illik. Azt a... Ez durva. Én nem merek vele csinálni semmi algoritmus, de most már összekevertem, úgyhogy képtelen leszek. De erre még kell, hogy gyakoroljak, mivel mondom, egyszer volt ilyen kockám, és hát azóta nem sikerült beszereznem. Úgyhogy ez tényleg jó jött. De ahogy látjátok, sikerült kirakni. Ha szeretnétek erről egy oktató videót, akkor én készítek róla egy videót. Tényleg nagyon jó forog. Kardinalkártya az ilyen. Azért a 45 fok az megvan, az durva. És ha jól tudom, akkor mágneses. Igen, érezni a mágneseket, és akkor ezzel a jó kis csavarhúzóval tudjátok háligatni, hogy mennyire legyen gyenge vagy erős. Szerintem ez egy nagyon jó kocka. Ezt már egyből is tudom szerintem nektek ajánlani, mivel én, mint kezdő 2x2-es, ezzel nagyon meg vagyok elégedve. Közben magazolok egész asztal, de semmi gond. Kicsit be kell értelemszerűen járatni, de hát az minden kockánál így van. Megyünk is tovább, nem húzom tovább az időt. Itt van jó kis molyú logó. Vagy hát molyú féleség, ugye. Megyünk a 3x3-asra, erre már jobban vagyok kíváncsi. Mivel eddig 2-3 darab 3x3-asom volt. Pontosabban 4. És ez lesz az első mágneses. Itt mi van ráírva, várjátok. Jó, sajnos kínaiul még nem tudok, de semmi gond.
anélkül is fog menni minden. Ezt ide berakjuk. Jó. Szintú, hogy van hozzá, gondolom ez is, ez csavarhúzó. Félesség ugye. És egy kirakási, egy ilyen oktatólevél, vagy hogy mondják ezt pontosan. Igen, van hozzá olyan. Itt van minden. Minden tényleg itt van. De ez van valami. Erre kíváncsi leszek majd. És itt vannak ilyen algoritmusok, úgyhogy ezt tényleg tartsátok, mert én egyszer nem tartottam meg, és bajba voltam vele. És erre vagyok kíváncsi, hogy ez mi szeretne itt lenni nekünk. De majd szerintem később rájövök, addig nem találgatok hülyeségeket. Itt van maga a kocka. Azt... micsoda? Ez itt mi akar lenni nekünk? Várjatok, ez az én nagy csomagolás. Oha. Csű. Ah, és meg ez is van csomagolva. Na jól van, ez durván. Ez már most durván néz ki. Hát, hogyha már csomagolás durva, akkor a kocka az mi lehet? Azért a logó az befigyel még itt is. Szóval kibontjuk. Már most érzem, hogy milyen szintű, ezt is be kell járatni. Jó, de könnyedén mozog. Ezt talán be fogom egy kicsikét húzni, mert ez... ez talán kicsit ki van lazulva nekem. De kinek hogy? Mindenkinek. Na, ezt jól összekevertem. Kellene a kettőt, mindjárt megnézzük. De ezt talán be fogom húzni, mivel... mert túl gyors. Jó, most... most azért... oké. Okay. Nem vagyok hozzászokva ez a gyors kockához, azt kell, hogy mondjam így őszintén. Na szóval, 45 fok. Ah, 45 fok, az megvan. Azért az... van 45. Szuper, ez azért nagyon jól forog. Itt van egy ilyen kis pöcök, azt ott ki tudjátok így szedni. És akkor itt kell meghúzni igazából az egészet. És akkor igazából ennyi az egész. Tehát ez lényegében ez egy nagyon jó kocka. Hogyha meg lenne húzva, akkor még jobb lenne. De mondom kinek, hogy lát, hogy valaki ilyen lazán szereti. Itt azért lehet darálni az algoritmusokat, azt el kell, hogy mondjam. Tényleg be kell járatni, mert annélkül nem megyünk fel sokra, mert egy új kocka, lehet érezni a lugot is. Aha, érezni a kezemen is. És jöjjön a Pyraminx, egyben az utolsó kocka. Pyraminxom is már volt, egy Moyu Magnetic Pyraminx. Azzal is nagyon jóba voltam, és vagyok is. Ujja, ez a szín. Na, nekem olyan Pyraminxom van, most nem tudom ide hozni, de hogy... ugye fekete volt itt köztük, ezek pedig tetszenek, hogy nincs az a feketeség köztük. Úgyhogy ez egy pluszpont nekik. Jó, ez egy újabb doboz. És egy újabb kilakási módszer és újabb csavar. Mert van három csavarunk, szuper. Tényleg ezeket ne dobjátok el, mert jól fog jönni. És akkor kibontjuk az utolsó kockát. Aha. Aha, értem, értem. Azért... Jó, hát... jó, hát ez micsoda... miket vág ez be? Ó, azért már 40 pluszot, azért na, azért túl sokat akarok. De a 45-öst, az simán viszi. Szintúj, ezt is be kell járatni, áh, nincsen hozzászokva a kezem ehhez, úgyhogy... ezt összekeverem gyorsan, úgy ahogy... és akkor rakok, csinálok vele egy rakást, ha már többivel is csináltam, ezt is nem fogom elfordítani, mert miért is, még egy kicsikét keverjük. Jól van. Na hát akkor mehet is, 3, 2, 1, jó. Ez tetszik, hogy nem hangos, már be van rakva, hoppá. Ez tetszik, hogy nem egy hangos kocka, és aki is van rakva igazából, tehát tetszik, hogy nem hangos. Ó, de gyorsan mozog. Na jól van, ez nagyon brutál. Ez tényleg jó. Viszont innen hiányolok semmit. Itt van a jó kis Moyu logócskánk. Összességében szerintem ez egy nagyon jó csomag volt. Három kocka, egy 2x2-es, egy 3x3-as és egy Pyraminx. Szerintem ez egy brutális jó csomag volt. Meg vagyok velük elégedve, a 3x3-asnál nekem ki van kicsit csavarozva, de az látod csak nálam, de én érzem úgy meg hasonló dolgok, kinek hogy ugye. Viszont ez a Pyraminx és a 2x2-es,
Ez pont a kezemre volt állítva. Ha pedig szeretnétek egy 2x2-es oktató videót kezdőknek, akkor jelezzétek egy kommentben. Úgyhogy igen, köszönöm szépen az Erkockának ezt a jó kis csomagot, és köszönöm, hogy bemutathattam. Ha pedig szeretnétek hasonló videókat, akkor pedig iratkozzatok fel, és menjetek fel az erkocka.hu oldalra. Találkozunk egy következő videóban. Én Vixer voltam. Sziasztok!